ötödik éven sikerül megrendeznünk itt Iszabeddén ezt a lovasi IASZ kupát. Minden évben úgy gondolom, egy kicsit színvonalasabban, egy kicsit többen, egy kicsit jobb minőségben tudjuk ezt megvalósítani. Hát a lovasi IASZ-tól röviden annyit tudnék mondani, hogy ez egy feltörekvőben lévő sportág. Igazából kívülről látszó, könnyűnek látszhat, de... A 11-ben van Attila. Hát itt meg a 11-ben. Mennyit kell gyakorolni az, hogy ilyen teljesítményt lehessen elérni, hát, ilyen sebességben? Ugyanazt tudom mondani, hogy bármelyik sportnál minél többet gyakorol az ember, annál jobb lesz nyilván, a gyakorlás tesz itt is a mestert. Mi esetünkben látszik, hogy kicsit elmaradt az idei gyakorlás, de a Németi Akadémia a diákjaiban látszik, hogy ez a heti 3-4 edzés az meghozta a gyümölcsét. Több jó eredménnyel rendelkező fiatal is van itt most. Például vannak itt világbajnok, junior világbajnok, női kategóriában világbajnokok, van egy korábbiben Európa bajnokunk és van egy fejegyarmati Lakatos Valentinünk. Én az első helyet értek Moszkvában. Hát mindig négy van nálam. Most négy van nálad, Panna? Igen, hármat lövök ki, ha valami gázzanak, akkor lövök meg. Jó, tehát akkor... Előre kicsit messzebb, oldalsót közepére követed, és belelövöd. Mit kell először megtanulod? Először az íjászkodás, aztán a lovaglás, és össze kell tenni a kettőt. Nehéz? Nem olyan nehéz, de ha már az ember el akar jutni szintre, akkor rengeteget kell gyakorolni. Az első stílus az minden esetben egy magyar stílus szokott, egy magyar pálya. Magyar pálya arról szól, hogy 100 méteres pályán előre, oldalra és hátralövés történik. Azután egy korai pályát állítunk fel. A korai pályán minden esetben oldalra lövés, minden célt oldalra engedünk el a lövéseket. És a végén pedig itt egy török pályát láthatunk, ami arról szól, hogy kisebbek a célok, nem 90 cm az átmérője, csak 60 cm, és előre lövés történik, aztán egy hátlövés, és ezután egy oldallövés, és az oldallövés magasabban helyezkedik el. Mindig a céloknak az elhelyezése változik a verseny. Valami a korhatár ennek a sportnak? 14 év. 14 évtől lehet csinálni, igen. De látszik, hogy a fiatalokon kobak van, lábszárvédő, gerincprotektor, azt 100% biztonságosan csinálják, véleményem szerint. Olyan tárgyak vesznek körül most éppen pihenő állapotban, amik egykoron a mi dicső elődeinknek a használati tárgyai voltak. Az a ruházat, ami rajtam van szintén, a sírban talált leleteknek a rekonstrukciói. És most ezen a rendezvényen, aminek a neve címe az, hogy Tarsori Lemez Fesztivál, őrájuk is emlékezünk. Azokat az értékrendi alapokat próbáljuk meg a múltból fölhozni, megérteni, megismerni és átadni, amin szerintünk a mai világ is, a mai magyar világ, a mai magyar kultúránk is nagyon erősen áll és nyugszik. Ez volt a fundamentum. Az egykori tárgyak mindig üzenettel bírtak. Azok a leletek, így mondja a szakma, azok nem csak egyszerűen megrajzolt, elkészített, díszített leletek voltak, hanem az akkori embernek az életszemléletét, a hitvilágát tükrözte, azt a kultúrát, azt az értékrendi alapot, amin egy nép nemzetté tudott válni, amin tulajdonképpen az Árpád-kor ismert történelmi eseménye zajlott le, tehát a letelepedés. Ennek állítunk emléket a lovasi játékkal, és azok a fiatal
fiúk, lányok, akik most fölülnek a lovakra, azok a fiatal és idős harcosok, akik most azzal, hogy kilőnek egy-egy nyilvesszőt, emléket állítanak, azzal példát is mutatnak, hogy érdemes ezt a kort megismerni, és erre építeni a jelenünket és a jövőnket. Hozd meg a talagot!